Itt vagyunk a 21. arckiállításon, mely Magyarország leglátogatottabb kültéri kiállítása. Az idei jelige az életjel volt, melyre több mint 1000 pályamű érkezett, ebből 100-at ki is állítottak. Az arckiállításon feldolgozott témák közé tartoznak az aktuálpolitika, a közélet és a környezetvédelem, melyeket nem félnek megosztó módon közvetíteni. Nézzük is meg az idei arckiállítást! Két hölgy társaságában érkeztem, az egyikük a barátnőm, a másik pedig az ő nővére. Tehát túlerőben voltak, elhoztak, de nem bántam meg. Szerintem ez a kiállítás, ez minden évben megéri azt, hogy meg legyen tartva. Hiába mondják egy csomóan, hogy úgyis mindig ugyanaz a téma, meg úgyis mindig ugyanazt látjuk rajta. Mindig mást látunk rajta, és olyan különböző stílusokban tudják előadni, hogy mindig megéri eljönni. I think the exhibition is very nice. I cannot read all of it, but I see that a lot of people are not happy, it seems, with the corona. Nagyon-nagyon sokféle változatos munkát láthatunk itt. Valamelyikre több időt fordítottak, valamelyikre kevesebbet, de itt igazából a jelentéstartalom az, amit mindenképp érdemes figyelni. Azt gondolom, hogy minden munka előtt érdemes eltölteni egy fél percet és elgondolkodni, hogy mire is gondolhatott az alkotó. Igazából még csak párat láttunk. Nekem nagyon tetszett ez az Én kicsi pónimos plakát, de mindeniknek megvan a maga humora, és az a jó, hogy könnyen érthető. Szerintem az a célja, hogy elgondolkodtassa az embereket. És ez nem akármi. Ha ez már sikerül, hogy gondolkodásra beírja az embereket, mondjuk nevetésre, vagy szörnyűködésre, csodálkozásra, ez már jó. Szerintem az a célja a kiállításnak, hogy felhívja a figyelmet különböző közéleti témákra, és elgondolkodtassa az embert. Elsősorban gondolatébresztő, én azt gondolom, már csak azért is, mert hogyha nagyon bele akarnának szólni a felső körök, akkor bizonyos plakátokat nem engedtek volna itt kihelyezni, de én azt gondolom, hogy jó, hogy ennyien ide látogattak, és tényleg talán egy-két embernek felnyitja a szemét, vagy belerakja a bogarat a fülébe, de önmagában csak az alkotói tevékenységet is, ha nézzük, akkor élvezetes. Az idei kiállítás, ugye ez a kiállítás, mint minden egyes arckiállítás, egy szabad pályázaton nyugszik, illetve annak az eredménye. És idén a pályázati kiírásunk címe az életjel. Ez egy jeligés pályázat, tehát fogalmunk sincs, hogy kik a pályázók, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát aki hozzánk pályázik, az biztos lehet, hogy a zsűri csak a művét látja, a nevét, személyét nem. És arra pedig kifejezetten büszkék vagyunk, hogy nem csak művészek, nem csak ilyen professzionális képalkotók, akik mondjuk ugye foglalkozásukból következően gyártanak, készítenek képeket, nem csak ők pályáznak, hanem autodidakták is. Most a díjazottak között is van építészmérnök, van fizikus, bármilyen furcsa. És erre mi nagyon büszkék vagyunk. Azt nem tudom megmondani, hányan jelentkeztek, nem tartjuk számon a személyeket. 1061 pályamunka érkezett. Tehát én azt gondolom, hogy 300-400 pályázó lehetett. Mert hogy van amelyiket többen csinálták, van aki pedig, mit tudom én, tizet ad be. Mondjuk így minimum azt el lehet mondani, hogy országosan megfélemlítettek a vállalkozások, cégek, márkák tulajdonosai, tehát nehezen válnak mondjuk partnereinké, de még mindig vannak olyan arcos társaink, akik például idén csatlakoztak hozzánk. Ettől függetlenül a kiállítás nagy részét ugye pénzből tudjuk megcsinálni, és hát az a legnehezebb, azt a legnehezebb összeszedni, és ezúton is köszönjük az új budai önkormányzatnak, hogy ebben például ők segítettek nekünk. Van, akinek kiveri a biztosítékot, van, aki pedig nagyon jókat nevet rajta, van, aki kifejezetten jól érzi magát, van, aki legyint, szóval ez szabad.
2013-ban pályáztam először, és azóta hát van, hogy figyelve arra is, hogy mi a szervezők vagy a kiírók által megjelölt téma, de néha egyszerűen csak úgy a saját érzésem vagy fantáziám után menve valamit mindig beküldtem, és már több alkalommal elő is fordult. Tehát nem ez az első alkalom, hogy be is válogatta egy vagy több művemet a zsűri. Jó érzés a gondolataimat ilyen plakátformában, vizuális formában potenciálisan megosztani akár nagyobb közönséggel is. Ugye nem tudom, hogy megoszthatom-e majd, én csak beküldöm, innentől már a zsűri döntésén, meg úgy általában a beküldött többi pályázat minőségén is múlik, de jó érzés, engem ez inspirál, hogy lehet, hogy sikerül valami olyat alkotnom, anélkül, hogy túl komoly művésznek vagy bármilyennek képzelném magam, de hát, ha sikerül valami olyat alkotnom, amit sokan láthatnak, és lesz köztük, lesz a nézők közt olyan, akit elgondolkodtat, vagy akár mosolygásra, nevetésre késztet. Tehát valahogy ilyen motivációim vannak. Ezt mondanám, hogy az üzenetem az pontosan az, legalábbis belőlem ez jött ki, ami a képen látszik. És az külön szépsége a dolognak, hogy aztán elkezdődik egy következő része a folyamatnak, ami már a befogadón is múlik. Néha magamat is azon kapom, hogy nézem a plakátomat, és akár új gondolatok jutnak eszembe.